Ma reggel elkezdtük a Mátyás Szabad viaszolását. Miért? És úgy látszik, hogy az idő kedvez, úgyhogy reményeim szerint ma be is fejezzük. Miért van szükség erre a karbantartási munkálatra? Hát több szempontból is szükség van rá. Elsősorban védi a bronznak a patináját, és esztétikailag is kellemesebb látványt nyújt egy viaszolt felület. Annak idején a restaurálás kapcsán ez javaslat volt, hogy a szobrot időközönként viaszolja le a város. Ugye a saját személygépkocsinkat is időnként meg kell mosni. Tehát, hogyha van a városnak egy ilyen műalkotása, akkor szükséges, hogy karbantartsa szerintem. Milyen rendszeresen kellett volna elvégezni ezt a viaszozást? Hát annak idején mi úgy javasoltuk, hogy évente legalább egyszer jó volna. Tehát ez volt az ajánlat, hogy évente egyszer viaszozzák. A szobor több helyen kizöldült. Miért történt ez? Hát ez természetes folyamat. A csapadékvíz és a csapadékvízben található ásványok egy patinát hoznak létre a bronz felületén. Ez mindenhol, ha bronzszobrokat látunk, akkor ez a jelenség tetten érhető. Tehát bárhol Európában ez így van, és ez mindig így van. Ez nem egy káros dolog. Ez a patina idővel alakul, és a zöld mind erősebb lesz, és egy idő után, tehát a barnás, egy ilyen színárnyalat, egy átmenet történik végül is a barnásból a zöldes fele, és pont ez a bronzszobroknak a szépsége, hogy mikor beződült az egész, akkor azon látszik, hogy nem ma készítették.